Szemre való filmfesztivál indul a Művész moziban mától október 1-ig német nyelvterületekről származó filmeket nézhetnek meg, vagyis Németország, Svájc, Ausztria legkiemelkedőbb alkotásait. Erről fogunk beszélgetni Nagy Mártával, a Goethe Intézet kulturális szakreferensével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És az imént megtudtam öntől, hogy 5-5 célra rendezik meg így együtt a Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség ezt a filmhetet, és hát érdekessége ennek a mostani válogatásnak, hogy a film, bemutatott filmeknek több mint felét női rendező jegyzi. És ez véletlen, ha én jól tudom. Ennyire jók a női rendezők mostanában a német nyelvterületeken? Ennyire jók a német rendezők, valóban rendezőnők. Tényleg véletlen, mi magunk is csodálkoztunk, amikor átnéztük végül a rendezők listáját, és kiderült, hogy a 18 filmből 10 női rendező rendezett. Nem volt szándékossága mögött, nem igyekeztünk a női kvótát emelni, de így alakult. És ami meg külön érdekes, hogy van számos díjjal kitüntetett film is a mozik között, sőt, Németország és Ausztria Oscar-díjra nevezett filmjét is női rendező rendezte. A válogatásban ezek a jelölések szempontként szerepet játszottak, vagy mi alapján szelektáltak? Az Oscarok nem, mert ezt még nem lehetett tudni, ezt később tudtuk meg, hogy a Tony Erdmann, amely egyébként Cannes-ban már nagy közönség sikert aratott, és megkapta a Nemzetközi Kritikusok díját is, viszont nem kapott egyetlen szakmai díjat sem, ez a Tony Erdmann című film. Ezt beválogattuk a műsorban, mégpedig azért, mert azt gondoltuk, hogy egy ennyire frenetikus film, még ha nem is kap szakmai elismerést, elég jó kell, hogy legyen ahhoz, hogy a közönség maga döntse el, hogy milyen a film. Azóta ez a film elindult a német mozikban, és ott is nagyon nagy sikert aratott. Ez egy érdekes történet egy apáról, egy zenetanár, kisebb infantilis zenetanár apáról, aki úgy próbálja megjavítani a kapcsolatát a lányával, aki pedig egy sikeres, de magányos menedzser külföldön, hogy álruhát ölt és álkaraktert ölt, ez lesz a Tony Erdmann, és így látogat el hozzá, és ez egy ilyen nagyon vicces, nagyon pörgős, tragikomédia. Hát most akkor pont egy olyat emelt ki, ami mellett nekem azt tűnt fel, hogy mennyi szomorú és borús témájú film szerepel a válogatásban. Mondjuk a 24 hét az arról szól, hogy egy asszony terhessége 6. hónapjában tudja meg, hogy a gyermeke Down-koros és súlyos szívelégtelenségben szenved, aztán van egy film, ami egy kislány szemével láthatja az orosz megszállás időszakát, és hát még sorolhatnám az elég szomorú élethelyzeteket bemutató filmeket. Erre mennyire vevő a német közönség? Van ezeknek a filmeknek közönségük, nyilván nem akkora, mint a nagy, vicces, tömegeket vonzó filmeknek, de fontosak ezek a filmek. Ezek olyan témák, amelyek a társadalomnak egy-egy részét nagyon foglalkoztatják, különösen, hogyha az ember maga is érintett, például ez a 24 hét című film, amely voltak éppen arról szól, hogy milyen jogon dönt az ember élet és halál fölött, mert ugye a modern technológia lehetővé teszi, hogy kiderüljön, hogyha egy magzatbeteg, és hogy vajon van jogunk arra, hogy eldöntsük, hogy életben maradhat ez a gyermek. Talán kicsit összefügg ez is a női rendezőkkel, akik bizonyos témákra érzékenyebbek. Van két dokumentumfilm is a válogatásban, az egyik Fritz Bauerről szól, a másik a Dürermantról, de emellett, ha kéne választani egyet-kettőt, mert hát azért kevesen olyan szerencsések, hogy végülhetik ezt a hetet a moziban megnézve az összes filmet, akkor mit ajánlana? A Fritz Bauert mindenféleképpen kiemelném. Van egy dokumentumfilmünk is róla, és egy játékfilmünk is. A fesztivál nyitó filmje is róla szól, az a cím, hogy az állam Fritz Bauer ellen. Fritz Bauer egy német államjogász volt, aki arra tette fel az életét elkötelezett szociáldemokrataként, hogy a háborús bűnösök nyomára bukkanjon, és így találta meg Adolf Eichmann-t Argentinában, és neki köszönhetjük, hogy végül bíróság elé állították.
Nagyon fontos ember volt, nagyon sokat törődött például a fiatalokkal, és a fiatalokban vetette a hitét, a jövőt illetően. Tehát a Fritz Bauer-es filmeket mindenképpen ajánlanám, és hogy egy könnyed témát is mondjak még, lesznek családi filmek is, ilyen például a Heidi, egy svájci-német koprodukcióban készült film. Ez egy híres svájci gyerekregény, amely egy kislányról szól, aki árvaként nehéz helyzetbe kerül a svájci hegyekben, ahol megtalálja önmagát, de el kell menni ennen egy nagyvárosba, egy gazdag család beteg gyerekét segíteni, majd visszakeveredik megint a hegyekbe, és nagy happy end a vége. Tehát ez egy olyan film, amit az egész család megnézhet, és nagyon jó. Mennyire vendő a magyar közönség a német filmekre? Ha ez már az ötödik alkalom, akkor talán valami tendencia látszik. Igen, ez az ötödik alkalom, hogy közösen rendezzük a filmfesztivál, de előtte is voltak már német filmfesztiválok. Nagyon jól látogatott mindig a mozi, gyakorlatilag szinte az összes jegy el kell. Azt gondolom, hogy nagyon széles közönséget tudunk megszólítani ezekkel a témákkal, hiszen találhatóak gyerekfilmek a programban, múltat feldolgozó filmek, például amelyet említette a 45 utáni bécsi kislány és a család története, ez is egy ilyen. És akkor azt mondta, hogy van rá jegy, úgyhogy mától jövő szombatig akkor a Művész moziban láthatják ezeket a filmeket, akár a nézőink is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És még egy programajánló, a Tetthely fog folytatódni.